Van szervizdíj, akkor szoktál még borravalót is adni erre? Igen. A szervizdíj pont azért van, hogy kifizessük a jattot előre, én úgy gondolom. Hát attól függ, hogy milyen volt a kiszolgálás. Hát ha van szervizdíj, akkor nem. 2005-ben került bevezetésre és elfogadásra a szervizdíj a magyar vendéglátásba. Azóta megosztja a téma mind a vendéglátósokat, a tulajdonosokat, a felszolgálókat és a vendégeket is. A mai részben minden oldalról próbálunk megkérdezni valakit a témában, mit gondolnak róla a járókelők, a felszolgálók és az étterem tulajdonosok. Kezdjünk! A mi emlékeink szerint az a 2000-es évek legeleje, valamikor 2004-5 környékén lett az a törvényi alapszabályozás, ami lehetővé tette a szervizdíjnak az alkalmazását, ami egyébként adójogilag felszolgálási díj névre hallgat. A szervizdíj az a köznyelv által lefordított, és egyébként legtöbb helyen használt fogalma. A jogalkotó akkori szándékát nyilván mi nem tudjuk, de egy biztos, hogy nagy valószínűséggel az szerepet játszhatott, hogy a vendéglátásban akkor még viszonylag a statisztikák alapján komoly volt a szürke gazdaság, és ez gyakorlatilag egyfajta bérfehérítési megoldásnak számított. Mennyire mossák össze a vendégek a borravaló és a szervizdíj fogalmát? Te mit tapasztalsz, és hát mik a főbb különbségek a kettő között? Nyilván tekintve a köznyelvi edukáció az nem történt meg, és az, hogy mi itt beszélgetünk, az reméljük, hogy ennek egy ilyen induló lépése. Tulajdonképpen a vendég azt lát, hogy a számlán van egy tétel, aminek egyébként a megnevezése is szervizi vagy felszolgálási díj, tehát minthogyha egyébként ez az lenne, amit általában szoktunk adni a felszolgálónak azért, mert elégedettek voltunk a munkájával. Szokott jattolni az étterembe, hogyha van szervizdíj is a számlán? Arra még borra van? Nem, Isten őriz. Attól függ, milyen a kiszolgálás. De volt már olyan kiszolgálás, hogy azt mondtad, hogy még az borra való? Persze. És milyen az a kiszolgálás? Hát pörkös, lendületes, kedves. Nem tudom, ez általában a pincének a kisugárzásától függ. Mindig meg szoktuk kérdezni, hogyha kártyával fizetünk és úgy adunk borravalót, ezt megkapják, ha igen, akkor úgy szoktuk, ha nem, akkor készpénzben külön. Valójában itt arról van szó, hogy a vendéglátó, aki felszolgálási díjat vagy szervizdíjat alkalmaz, ő azt teszi, hogy a bevételének egy részét, amit egyébként nyilván a számlán ők kötelezően föltüntet, nem egy olyan összeg vagy egy olyan százalék, amit egyébként vagy alkalmazók, vagy nem, hogyha ez rajta van az étlapon, akkor ezt alkalmazzák a vendéglátó egységek. És az a szervizdíj, ami egyébként a számlán szerepel, az kötelezően bérként a dolgozóknak kiosztandó. Tehát ez nem egy választási kérdés, hanem azt mondja a vendéglátó üzlet, hogy itt ülünk a Centrál Kávéházban, hogy 15% a szervizdíj, ez azt jelenti, hogy minden egyes számlából, a számla bruttó végösszegéből 15% a dolgozói bérkifizetésekre van allokálva, egyébként ezek után lesz nyugdíja a dolgozónak, hogyha egyébként beteg, akkor kap utána táppénzt, hogyha egyébként várandós lesz a hölgy, akkor sokkal magasabb lesz egy esedi ágya, vagy ahogy ezt most éppenséggel hívja a köznyelv. Sokkal kedvezőbb adózási formában van, tehát magyarul tulajdonképpen ugyanabban a nettó összegből sokkal többet visz haza a dolgozó, mint hogyha egyébként a bejelentett alapbérét növelné a vendéglátó egység. Oda megyek egy bankhoz, mondjuk egy 170 ezer fontos nettó bérrel, akkor nagy valószínűséggel nem leszek hitelképes. A mi kollégáink, akik egyébként a szervizdíj összeggel együtt mennek oda, és keresnek 4-5-600 ezer forintot, vagy akár még vezetői szinten többet is, az egy banki hitelképességi kérdés is. Mióta dolgozol a vendéglátásban? Hát körülbelül egy 10-12 éve. Mi a véleményed, melyik a jobb megoldás? Szervizdíj vagy borravaló szerinted? Hát ez ugye abból a szemszögből külön lehet venni, hogy ugye a ház szempontjából, vagy pedig a munkásoknak a szempontjából. Ez körülbelül a negyedik helyem így a vendéglátásban. Alapvetően én azt tapasztalom, hogy az emberek megijednek tőle. Sokan nem nagyon tudják elkülöníteni, hogy mit is jelent maga a szervizdíj, meg a borravaló. És aki meglátja már, hogy van benne szervizdíj, az akár már nem is ad. Tehát kicsit úgy érzi, hogy be lenne csapva. Szóval ez kicsit a köztudatban kellene egyértelműsíteni, hogy... Az a bevett szokás, hogy megkérdezik, hogy benne van-e a szervizdíj, és akkor ugye és akkor nem hagynak általában. Dolgoztál olyan helyen, ahol csak borra való volt? Igen. Neked most melyik a szimpatikusabb? Hát igazából ez nekem ez a csak borra valós sztori, de hát ez sokan a saját véleménye. Az fontos, hogy a felszolgálási díj vagy szervizdíjra
A köznyelv azt gondolja, hogy ez a felszolgálónak a díja. A jogszabályi háttér alapján ez a vendéglátó üzlet összes dolgozója között kiosztható. Magyarul a legtöbb helyen, ahol egyébként ezt alkalmazzák, nyilván az Event Trend Group helyszínen is így működik, ott a szakács, a kézilány, a felszolgáló, a báros, az értékesítő, tehát tulajdonképpen a csapat szinte minden tagja ebből kap úgy szintén fizetést, tehát hogy annak az a hitrendszere, hogyha én láttam a számlámon 2000 forint szervizdíjat, ez direktbe a felszolgálóhoz megy, ez általában nem így igaz, mert a vendéglátóüzlet összes dolgozója egyébként ennek a szervizdíjnak egy belső valamilyen rendszer, nyilván a jogszabály különböző elosztási metódusokat enged, de valamilyen rendszer alapján szét van osztva. És hogy tudják, hogy a szervizdíjat azt megkapják a pincérek? Vagy ennek van valamilyen leosztása? Nem tudom. Hogy a kártyával fizetünk, akkor sokunk adni készpénzt. Még mellé a kártyás fizetés. Igen, mert akkor nem adok jattót kártyával, hanem akkor kap készpénzt, az kész. Ugye jó fejebb pincéért ne adnék. És mennyit szoktál ilyenkor még rádobni, hogy hány százalékot? Attól függ, 5-10 százalékot. És kártyával szoktad, vagy külön adod így nem, kész? Külön. Kártyával szoktad, készpénzzel? Tudod, hogy melyiket kapják meg a fejezt? Figyelsz erre, hogy így megkapja biztosan? Megtudom kérdezni, megkapják-e, igen. És akkor ez alapján döntök, igen. Hogyha én azt tudom, mint átlagfogyasztó, és nyilván mindenfajta hibáztatás nélkül a fogyasztóink szerintem 99% ezzel nincsen tisztában, hogy a számlán feltűnt szervizdíj az a vendéglátóüzlet számos dolgozója között szét van osztva, akkor már is rájövök arra, hogy a borra való, hogy én valójában a felszolgálót akarom az ő személyes közreműködését díjazni, akkor nem ördögtől való, hogy neki egyébként készpénz borra valót adok a fogyasztások végén, egyébként a szervizdíj fölött is. A mostani adójogszabályok alapján a kártyás fizetéssel érkező borravalót vagy tippet ugyanúgy kell adózni, mint a normál bért. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg 1000 forint kártyával adott borravalóból 500 forint bér lesz a végén. Tehát az nekem, mint vendégnek jó tudnom, hogyha készpénzt adom a borravalót, akkor az egy az egybe a kollégáé, hogyha kártyával adom, akkor csak a fele lesz, a másik felét egyébként a cég adóként befizeti. Nyilván lehet kártyával is adni, a felszolgálók jobban örülnek a készpénzes borravalónak, mert azt ők valójában ténylegesen haza is tudják vinni. Diák vagyok, úgyhogy sajnos átérzem amúgy, hogy milyen a pincéreknek a munkája, meg a vendéglátósoknak, de egyszerűen keretem sincs rá, hogyha a szervizdíj van, akkor plusz borravalót adjak. Szoktak adni borravalót akkor, hogyha van szervizdíj is a számlában? Természetesen. Minden alkalommal? Minden egyes alkalommal, mert ez az embereknek a hozzáállását pozitív befolyásolja. Én azt látom, hogy mostanában azt terjedt el, hogy a fizetéskor megkérdezi a vendég a felszolgálat, hogy van-e szervizdíj, ő azt mondja, hogy igen, akkor ott le is zárul a fizetési folyamat. Vagy rosszul látom? Így igaz, az esetek jelentős részében így van. Mi a magunk helyén és mi a legtöbb alakárt helyünkön alkalmazzuk a szervizdíjat. Egy ilyen 1,5 és 2,5% közötti további készpénz borravaló vagy kártyás borravaló jön össze, tehát nyilván sokkal kevesebb, mint normálisan, de ugye ez kultúra kérdése is, hiszen mondjuk a budapesti vendéglátóhelyek többségén sok turista is van, és számos országban még a borravaló sem része a kultúrának. Tehát vannak nemzetek, akik adnak borravalót, és vannak nemzetek, akik egyébként nem adnak borravalót. Mondjuk egy átlag amerikai étteremben, amikor legutóbb kimondtam az Egyesült Államokba, ott például a szervizdíjat lehetett úgy bepipálni a végén, hogy 25-30-35%, ugye, ami már ilyen szürreális magasságokat jelent ahhoz képest, amihez mi hozzászoktunk itt, de mondjuk az amerikai vendégek hozzá vannak szokva az extrém, nekünk extrém méretű borravalókhoz. Mi azt látjuk, hogy a készpénzes fizetéseknél jellemzően a kerekítésig adják a borravalót, tehát hogy még van egy, nem tudom, 15.200 forintos számla, akkor ott hagynak 16.000, tehát már az aprót nem viszik el, ugye, mert nyilván csörög, meg apró pénz, meg nem tudok vele mit kezdeni, tehát az 1-2-3% jellemzően ott hagyják a vendégek. Nyilván a kártyás fizetésnél jóval kevésbé, mert nyilván a kártyás fizetésnél tök direktbe az összeg van lehúzva, és akkor ő még vagy azt mondja, hogy akkor a kártyával kerekítsük föl egy nagyobb összegre, és ugye akkor én az, amit mondtuk, hogy adójogilag a különbözet az már bérként adózik, vagy egyébként ő még benyúl a zsebébe, és a zsebben lévő aprót, legyen az euró, vagy bármilyen pénz nem, azt egyébként ott hagyja a felszolgálónak. Étteremben dolgozom. Szervizdíj vagy borravaló? Melyik a jó szerinted, a jó módszer?
Mármint egy étterem működésébe, vagy? Neked, mint felszolgálónak. Nekem, mint felszolgáló, tehát ha jó helyen dolgozol, akkor mind a kettő jár. Te hogy tapasztalod, melyik a jobb szerinted? Hát a felszolgálók szempontjából szerintem mindenképpen a borra való, ugyanis ugye nem összekeverendő a kettő. A felszolgálók a borra valót kapják meg, de egyébként a szervizdíjnak is lehetnek pozitív részei, ez mindig a helytől függ egyébként, hogy... De te részesülsz a szervizdíjból, és hogy érzed? Részesülök, igen. Valamilyen szinten. Mit tapasztalsz a külföldiek esetében? Itt ugye sokkal több a külföldi vendég, mint a magyar, hogy ők mennyire jattolnak, illetve hogy a szervizdíjjal mennyire vannak tisztában? Szerintem abszolút más elképzeléseik vannak a szervizdíjjal kapcsolatban. Inkább az a többség, hogy a külföldiek sokkal többet jattolnak. Nyilván mi azért azt látjuk, hogy azért, mert egy vendéglátó üzlet alkalmaz szervizdíjat, attól még egyébként ugyanolyan piaci béreket kell fizessen, mint mindenki más. Tehát a dolog végén a felszolgáló, a pultos, a szakács, a séf ugyanazt a bért viszi haza. Mit mondanál a vendégeknek, mennyire gondolják meg a borra való adását, ha van le lehetőségük? Nyilván mennyire létkérdés ez ma egy felszolgálónak, egy pultosnak? Hát nyilván saját kollégáinkról van szó, hogy nyilván azt mondjuk, hogy persze, hát fontolják meg. És azt gondolom, hogy a vendég szavaz a lábával, meg szavaz a borra valóval is. És igen, ér, és azt gondoljuk, hogy Magyarországon illik is egy 10% környéki borra valót adni. Én magam is úgy vagyok vele, hogy ott, hogy van szervizdi, én még mellette nyilván valamikor egészen tisztességes, tehát még egyszer annyi borra valót adok, mint a szervizdi volt, mert azt gondolom, hogy ez egy jó szerviz volt, és megérdemli a kollega, és tudom, hogy viszonylag kevesen adnak ekkora borra valót, ezért az ő életében ez nyilván nem nagy változást hoz, de azért megjegyzi, hogy volt egy csávó, aki mindazok mellett, hogy szervizdíj volt, még komoly borravalót is hagyott nekem, és szerencsére sok vendégünk van, aki úgy szintén ugyanígy gondolja, úgyhogy mi nyilván motiváljuk a vendégeket, hogyha jó volt a szervizdíj, és úgy érzi, hogy egyedi és személyre szabott, és jó kiszolgálást kapott, akkor a kollégák nagyon fognak örülni annak. A mi kollégáik, meg mindenki másnak is a kollégája, hogy a kap borravalót. Szokott adni borravalót az étterembe, hogyha van szervizdíj is felszámolva? Nem. Igen, mindig. Minden esetben? Igen, szerintem ez úgy korrekt. A szervizdíj az azért van, nem? Ez volt már a Kestek, köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornára, ha még nem tettétek. Jövő hét szerdán találkozunk, sziasztok!